benéz mindenki rám a kamerába, ide rám, nagyon jó, ne piszkáld a szemem, szuper, csodálatos, nagyon jó. Pontos instrukciók, tökéletes fények, csillogó szemű gyermekek és egy különleges karácsonyi fotózás. Ezeket a pillanatokat biztosan megőrzik a szívükben a kedves ház lakói, amivel Jani Csatilla fotóművész lepte meg a gyermekeket. Egy kis segítséget kértem Baracsi Endre alelnök úrtól, hogy van egy Nyíregyházán gyerek otthon árvaház, és azt mondta, hogy hát az nincs, de Nyírtelkán van egy kedves ház, ahol olyan gyerekek, bentlakásos gyerekek vannak, akik hát valószínűleg soha nem láttak ilyen stúdiót belülről, lehet, hogy kívülről se, és hogyha őket elhívnám, szerinte ez nagyon szép gesztus lenne. Az elkészült fotókon is az látszik, hogy a gyermekek szeretik egymást, összetartanak, és a stúdió megtelt élettel és lelkesedéssel. Baracsi Endre úgy fogalmazott, a kedves házban a mindennapokban is a gyermekek jövőjét tartják a középpontban. A kedves ház, amelynek most ugye itt a jótékonysági fotózásán vagyunk, több szempontból is nagyon fontos nekünk. Most emeljük inkább azt a szempontot, amely az értéktárhoz kapcsolódik. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktárnak a része maga a kedves ház, illetve az a pedagógiai program, amely a kedves házat egyedülállóvá tette és teszi országos szinten is. Mi ezt nagyon szeretnénk kihangsúlyozni, és nagyon szeretnénk ennek mindig felületet nyújtani, hogyha ez az értéktár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktár, akkor ott is szeretnénk kihangsúlyozni azt, hogy mennyire büszkék vagyunk rájuk, mennyire fontos az a munka, amit ők végeznek, és mennyire jó dolog az, hogy olyan perspektívát tudnak nyújtani gyerekeknek, és olyan jövőképet, amellyel ők aztán tényleg olyan felnőttekké tudnak válni az életben, ahol bármilyen területen meg tudják állni a helyüket. Nekünk is ez a célunk, akár mint megyei önkormányzat, akár mint értéktár, hogy értéket teremtsünk, és a kedves ház pontosan ezt a célt szolgálja. Bár volt, aki még nem tudta, mit szeretne karácsonyra, és olyan is, aki szégyellős volt a kamerák előtt, az kiderült, mindenki örült volna a stúdióban lévő plüssmackónak, de a kirakó, a zenedoboz és a sportcipő is elhangzott vágyak szintjén. Van a zsákomból minden jó, piros a mama gyoró, jöjjek összek, várok rád, kedves öreg délapok. Nyírtelekről a kedves házból jöttek a gyerekek, akik bentlakásos módszerben tanulnak, Nyírtelek külterületéről érkeznek, hátrányos helyzetűek, és kvázi kollégiumi rendszerben a nyírteleki Szent Anna általános iskolába járnak. Nagyon fontosnak tartom, mint nyírteleki, hogy a tanulás az, amely a társadalmi felemelkedést megadja, és ezek a gyerekek akár a többségi nemzethez, akár kisebbséghez tartoznak, itt valami olyan pedagógiai módszert kapnak, olyan játékosan tanulhatnak, megszeretik a tanulást, megszerzik azt a tudást, amivel felnőtt korukba sikerességgé válhatnak. A karácsonyi fotózás nagyon szép emlék lesz ebben az évben.